A Mi Hazánk mozgalom a legelejétől fogva tiltakozik a migráció minden formája ellen, így a vendégmunkások inváziója ellen is, ugyanis gyakorlatilag ez már egy invázió, amelyben nem csak Magyarország, hanem Kelet-Közép-Európa országai is érintettek, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy vasárnap a nemzeti antiglobalista erők hány képviselőt tudnak bejuttatni az Európai Parlamentbe, és a Mi Hazánk mozgalom majd egy teljesen új európai nemzeti antiglobalista frakció létrehozásán fog dolgozni. Magyarországon viszont egyre több csalással találkozunk, ezek a csalások mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy még több és több vendégmunkás jöjjön Magyarországra, akik aztán letörik az amúgy sem magas, ma már csak Bulgáriával versenyző átlagfizetéseket, és aztán elüldözzék a magyar dolgozókat az országból. Beszéltem korábban arról, hogy egyes flottacégek, amelyek a Voltnak vagy a Foodorának dolgoznak, ázsiai vendégmunkásokat gyakorlatilag feketén foglalkoztatnak, nem jelentik be őket. Most olyan információk jutottak a birtokunkba, hogy ilyenekben most már diákszövetkezetek is részt vesznek, tehát ez azt jelenti, hogy indiaiak, pakisztániak, de akár még afrikai vendégmunkások is diákvízumért folyamodnak, hogy ide jöhessenek dolgozni, de nem tanulni akarnak. Ez nyilván sok kérdést vet fel. A hallgatói jogviszonyra vonatkozó tartózkodási engedély egyébként hosszabb, mint ami a vendégmunkásokra vonatkozna, de nyilván kell nekik egy hallgatói jogviszony. Mi úgy értesültünk, hogy Debrecenben tanulnak idézőjelben, de valójában Budapesten állnak például ételfutárnak a Voltnál, tehát teljes mértékben kivitelezhetetlen ez, és nyilvánvaló, hogy egy csalásról van szó. Ez viszont azt jelenti, hogy jóval több vendégmunkás lehet Magyarországon annál, mint amit a hivatalos statisztika bemutat számunkra. Egyébként az sem kevés, 100-200 ezer közé tehető hivatalosan a vendégmunkások száma Magyarországon, de a feketén foglalkoztatások és a diákszövetkezetek által behozottak miatt ez még több lehet. Ezért, mivel ez egy összeurópai probléma, ezért még egyszer mondom, óriási jelentősége lesz a vasárnapi európai parlamenti választásoknak, és arra kell fölhívni a figyelmet, hogy ez végső soron egy lakosság cserébe torkolhat, és az európai fehér ember tűnik el, és Ázsia és Afrika lakói jönnek ide és szorítanak ki minket, és arról is beszélni kell, hogy Magyarországról valószínűleg 4 politikai erő juttat majd képviselőket az Európai Parlamentbe, de ebből kizárólag a Mi Hazánk mozgalom az, amelyik antiglobalista és nemzeti, és a Nemzetek Európája eszmeiségében hisz, ezért aki ellenzi a migráció valamennyi formáját, tehát a vendégmunkások beáramlását, invázióját is, az vasárnap szavazzon a Mi Hazánk mozgalom EP listájára.